Tehát ahogy a víz mellett élőknek a hal, az erdőben, erdő körülieknek a vadak, itt nálunk ez dívik. Meg sem kérdezik például egy lakodalom alkalmával, hogy mi lesz a vacsora. Itt ezekben a hetekben Karcagon minden a birkafőzésről szól. Ez a terület itt teljesen be lesz nőve egy pár nap múlva emberekkel. Óriási élet fog itt lenni. Körülbelül 500 kasszoly birka pörkölt fog itt főni, az azt jelenti, hogy 500 birka. Híre ment ennek a, először ugye verseny volt, ma már fesztiválnak, és így nagyon sok helyről jönnek. 27-től 31-ig fog a család főzni, és már nagyon várjuk. Kolompot azért teszik, mert a birka nesztelenül tudna menni a mezőn. Így, ha nem látjuk is akkora a fű, halljuk, hogy merre van. Messze száll a kolomb, szóval. Ezek a birkák megszokták, tudják mi a területük. Ha mégis eltévednének, akkor a kutyát utána küldik. De vannak olyan kutyák, apunak volt már olyan kutyája, aki önállóan figyelte a birkát. Ha látta, hogy már messze van, fogta magát, utána ment és visszahajtotta. Őség mint pászor emberek voltak, tehát apáról fiúra szállt ugye a pászorkodás és a főzés tudománya. Hát én azt hiszem, hogy a mi családunkban ez nagyon jó testesül meg, mert ugye én vagyok a legidősebb, tehát én vagyok a család, megtanítottam ugye a fiaimat, unokáim is főzik, és így megnyilván a apáról fiúra szálló örökség és tudás átadás. Télen nyáronként kint vagyunk dacolva az időjárásnak a viszontagságaival. A családban ketten vagyunk, már kint csak a feleségemmel. Télen ugye már csak mi lakunk ezen a tanyánként, meg még 4 kilométerre tűnik egy másik család. Jószágtartó embernek nincs se szombat, se vasárnap, se ünnep, és hogy mindig a jószág körül dolgozik az ember. Mi az, amiért mégis vállalják ezt az életet itt? Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit olyan megmagyarázhatatlan dolog. Nekünk benne van a génjeinkben ez a jószág szeretet, ez a pásztorkodás. Ezt nem lehet csak azért csinálni, hogy most kiszámolok, most ennyi összeget kapok a eladott jószág után, és hogyha nem, akkor abba hagyom. Tehát mi már nem cserélnénk fel semmivel ezt a életvitelt. És a család többi tagja, a fiúk, az unokák, ők mennyire vesznek részt a gazdálkodásban? Birkafűzéssel foglalkozik a család, tehát ugye kijönnek segíteni birkát levágni, nyúzni, darabolni, perzselni, aminek én nagyon örülök, hogy ilyenkor együtt van a család. Itt nőttünk fel, itt gyerekeskedtünk, aztán hát én is elköltöztem még Karcagról is, de mindig várom azt a pillanatot, amikor kijöttek ide a szülői házhoz, hogy úgy mondjam a tanyát. Na válasz egyet, papa! Fülétől a farkáig kerüljön abba a öntött kasszolyba, és ha karcegi módra készítjük, akkor a fülét, farkát azért mondtam, mert perzselt fej, láb, köröm, ami belekerül, a pacal, a tisztított gyomor, és a belsőségek, természetesen a hús az, ami ebbe fontos, hogy belekerüljön. És azért jó egyet főzni, mert így mindenből belekerül az az ízanyag, ami szükséges. Én örököltem az őseimtől ezt a birkafűzés tudományát, még egészen gyerekkoromban már ugye ott tüsténkedtünk a tűz körül, kaszai körül, és én ezt megtanultam, és átadtam a fiaimnak. Most már itt vannak az unokák, ők is már ugye önállóan főznek egy-egy birkát. Mikor főztél először? Hát egyedül 3 év a Karcagi Birka Főző Fesztivál. Nyertél is valamit? Tapasztalat. Ebbe beleszülettek még, nem is tudnak oda visszaemlékezni, amikor ők már ott álltak a kasszony mellett. És azt gondolom, hogy a legjobban így lehet elsajátítani valamit, mikor belenő a gyerekeknek a szájába az íz. A birka étel az nagyon fontos volt. Minden ünnepi alkalom, ez legyen a születéstől az elmúlásig, a lakodalom, keresztelők, névnapok, névadók, szinte mindig birka pörkölt főt, mai nap is nagyon szívesen fogyasszák az emberek. Kazakok ugyanúgy főzik a birkát, a birkafejet a
megtisztelt vendég elétették le, és akkor az osztotta tovább. Kazasztánban most is van egy kipcsák népcsoport. És ugye a kutatásokból tudjuk, hogy alapvetően itt a nagykunságban a kipcsák törzsek települtek meg, azokból kipcsák népből származók a karcagiak, illetve a kunságiak. Az ember, ha elmegy máshova, ugye elindul, települ, mindenütt megőrzi, a legritkábban, legnehezebben a táplálkozás változik. Ez a legősibb hagyomány, amiről nem mond le az ember. Hagyományok változnak, hagyományelemek változnak, de ez biztos, hogy az étkezési szokások azok nagyon régiek. És ezért van az, hogy itt tudjuk bizonyítani a kazak-kun kapcsolatot. Karcag címerében benne van az Agnus Dei. Minden címerben látszik valahol a kisnyoma a birkának, mert ugye a birka az egész kunságban a legfontosabb állatok közé tartozott. Ugye a marha volt az, amiből éltek, az volt a tőke, és a birka volt az, amit szintén abból is sokat eladtak. Birka mindig fontos volt a kunsági ember életében, ételében. A karcagiak egyébként azt mondják, hogy a birkafőzés akkor kezdődik, amikor kint a legelőn megnézzük, hogy melyik az, amelyikből jó birkapörköltet lehet készíteni. Mert a sovány csontosból nem lehet olyan jó birkapörköltet készíteni, mint a jó húsos birkából, de az sem mindegy, hogy mitől kövér, mert a fagyús, a túlfagyús, az se jó. Tulajdonképpen az egész birkapörkölt egy ilyen selejtezési eljárásnak az eredménye. Az a legjobb birka, amikor már nem képes elleni, és azt ugye úgy is kivágnák, és akkor ezt megfőzzük pörköltnek. A mi birkánkat szeretjük főzni, mert én tudom, hogy ezek már ilyenkor legelnek. És ahol én legeltetek, ahol én élek, ez a Kunmadarasi nagy réten legelnek a Hortavágyi Nemzeti Parknál, és ezek a birkák belegelik azokat a sok jó gyógyfüveket is, ami lerakódik a húsába, és az ízét is úgy adja ki. Tehát ezek nem intenzíven abrakon nevelt országok, nem táposak, hanem amit ő maga összeszed, nem azt teszi, amit elébe raknak, hanem amit ő kiválogatja a legelőn. És hol lehet ma birkát szerezni, amikor egy ilyen fesztivál van, vagy akárha családi rendezvényen szeretnének főzni birkát? Szinte probléma manapság, hogy honnan tudjuk bekeríteni. Csökken a létszám, kevesen végzik ezt a foglalkozást, több helyről, nyírségből hozzák ide az alapanyagokat. De az igazi merino, illetve a raszka fajta, amit a térségünkben honos volt, az egyre kevesebb. És ebből készül a pörkölt is? És ebből készül a pörkölt. A merino az az igazi, ami ízhatásban is ismerős az embereknek, és nagyon finomat lehet. És mindenképpen egy 5 évnél idősebb állatból lehet ezt főzni. A pár éves, 1-2 évesekből azt inkább ugye sütjük, de a pörköltet azt már egy sűrű húsból, egy karakteresebb húsból lehet jó pörköltet csinálni. Tényleg elmondhatjuk, hogy ez a karcagi birka pörkölt ez egyedülálló, hogy igen. Nem csinálja semmelyik település? Ez pontosan így van, ez csak Karcagon főzik így. Karcagiak mondják, hogy hát az bográcsban főtt birka, az nem az igazi. Karcagon pedig ugye kaszrolyban főzik, ez is egy különleges dolog, hogy nem bográcsban, öntött vaslábasban, és ezt az öntött vaslábast már csak örökölni lehet, de venni nem. Tulajdonképpen megpörkölik a húst, ezért is birka pörkölt a karcagi. Turkevén és Kisújszánoson már nem teljesen így főzik. De mindenütt hasonló az íz, egyébként mindenütt nagyon finom. Csak egy kicsit másabb az íze. Sokféle elkészítési módja van neki, de 3 jellegzetes étel van. Ez a birka pörkölt, a birka paprikás és a juhászos birka. A pörkölt készítés az azt jelenti, hogy a zsírral kikent öntvénylábas, mert mi azt használjuk, nem lemezbográcsot. Zsírral kikenjük, beletesszük a húst és sütjük egy kicsit, tehát ez a pörkölés. És később kerülnek hozzá más alapanyagok. A paprikáshoz a hagymát megdíszelik zsírba, bepaprikázzák és utána teszik rá a húst. A 3. módszer pedig, amit a juhászoknál alakult ki, az, hogy rétegesen beleteszi nyersen a hagymát, a hús, sót, paprikát, egy kis vizet önt alá, és közben elment dolgozni. És csak ha véletlenül úgy alakult, hogy egy birkának eltört a lába, akkor nem hagyták ugye veszendőbe, és néha ez akarattal is megtörtént, és akkor közben dolgozott. Benne van a nevében, hogy pörköltet főzünk, tehát a húst meg kell pörkölni.
tehát nincs alatt a víz, a saját levébe pörkölődik meg, és ugye folyamatosan majd egy kis vizet adunk hozzá, ahogy kívánja a birka. Tehát ha öregebb a birka, akkor egy picit több léke hozzá, ha fiatalabb vagy legelős birka volt, akkor kevésbé, mert ez több levet enged. Bort azt mikor adják hozzá? Nem a pörköltbe, hanem a főzőbe megy majd, mikor kész van a pörkölt. Hát mi nem szoktunk egyáltalán bort adni. Miért tetted hozzá a vizet? Hát benyelte. Egyet pótolni kell a vizet. Most már úgy érzésre tudod csinálni? Hát igen, meg látszik, hogy kevés a lé rajta. Tehát úgy könnyebben le is ragad. Aha. Egyedül is neki merészkedni, megcsinálná egyedül egy pörköltet? Hát igen, hát ezt is egyedül főzöm most. Ha? Ez már teljesen a tiéd. Igen. És önállóan versenyzel is? Igen, be vagyunk nevezve mindannyian. Mi szokásunkhoz híven a hagymát csak összekockázva nyersen tesszük rá, ugyanis más íze van a főtt hagymának, illetve más íze van a dinsztelt sült hagymának, ebből kevesebb is elég, és más az aromája. Juhászosan, pásztorosan, hagyományos módon, ahogy őseinktől megtanultuk, így alkalmazzuk a hagymát, és vallom, hogy sokkal finomabb, ízletesebb. Ahhoz, hogy ilyen szép legyen, ahhoz zsírhoz kell érni az illóolajos résznek, és akkor adja ki ezt a színt. És ráadásul a paprika egy idő után el is fárad. Tehát a színe is elfárad, és az íze is elfárad. Ezért van az a főzési technikánk, hogy ugye először beletesszük a kétharmadát a paprikának, és utána, ahogy fő a pörkölt, mindig, ahol itt is látszik, ahol zsír van, mindig oda szoktuk tenni a paprikát, hogy a zsírral érintkezzen, szépen magától belesüljed ebbe a pörköltlébe, és akkor így megmarad a színe is, és az illata is a paprikának. Próbálunk arra törekedni, hogy olyan alapanyagokat használjunk fel magához a pörkölthöz is, ami méltán híres. Mi birkapörköltet tudunk főzni, nyilván a makóiak a hagymájukról híresek, akkor azt a hagymát használjuk. Kalocsa, fajsz, ez ugye egy térség, ők a paprika termeléséről híresek, akkor nyilván az övékét fogjuk használni, mert ők értenek ehhez a legjobban. Ők elismerik a mi tudásunkat, mi meg elismerik az ő tudásukat, és ez így van rendben. Most belekerült a perzselt fej a birka pörköltbe. A birka fejet mindig egy társaságnak vagy a családnak a legidősebb, legtiszteletemméltőbb tagja kapta. Ő ezt megkapta, ő neki tálalták fel. Utána vágott belőle egy darabot, és utána sorba kínálta a vendégeket. A hosszú fargó birkát, azt ugyanúgy megperzseljük, mint a fejet, és azt meg a lakodalmakban ifjú párnak szoktuk feltállalni. Ezért is hungarikum, hogy itt ebben minden benne van, tehát a fülitől a farkáim. Sokan versenyeznek, hogy ki legyen a fejem. Rengeteg baj van vele, ugye nagyon sziszi-puszi munka, mire szépen ugye letakarítsa, megperzseli az ember, és azért ilyen értékes, és meg egyáltalán ugye ez egy régi hagyomány. Ajándékot, vagy tegyünk már még. Köszönöm. Szavaztuk. Közben megkaptuk a reggeli ajándékot az egyik főző barátomtól. Ez egy ilyen Ferdinánd. A Ferdinánd. A birkapörkölt meg a Ferdinánd, az egy jó lakodalomban mindig ott. Gazdagabb keltészt a tulajdonképpen. A nagyon jó pörkölt után. Nagyon régen ismerik, egymás egyesületi barátok vagyunk, főzőtársak, mint ahogy mondja, nem ellenség, hanem csak nem is ellenfelek vagyunk egymásnak. Karcagi meg a turkevei között nem sok különbség van. Hosszabb lével főzi a turkevei, igen, de utána nyugodtan el tud menni meginni egy-két pálinkát. Na, az már baj. Mivel hosszabb leve van, így nekik az elején abszolút nem kell arra figyelni, hogy lehozná. Nem. Mivel nem. Nekünk rövidebb a leve, tehát szaftosabbra főzünk, igen, nekünk igen. Már az elejétől kezdve jobban oda kell a pörkölt, igen, mindennél igen, figyelni. Kell. És mindig is mondom, hogy nincs is értelme ezen vitatkozni, hogy melyik a jobb, nincs. A turkevei vagy a karcagi, mert úgyis a karcagi a legjobb. Hónapot kívánok, szeretem! A hagyományos főzés az a lényeg. Hogy van darabolva, mekkorára vágva,
szépen előkészítve. Ugye a karcagira jellemző a megperzselt fej és köröm, ami bele van főve, látható is sok helyen, ugye, hogy az megvan-e kellően előkészítve, szépen megcsinálva. Utána természetesen, hát ilyen harapási rezisztenciának szokták mondani, hogy puha a hús, de még nem omlik szét, de már lecsúszik a csontról kellemesen. És utána természetesen az íz. Megkóstol? Olyan, ebbe egy pici só kell még. Ja, és te milyennek hitéled? Jó. Jó. A szokásos. Milyennek látod még? Még egy kis csípőke, meg egy pici só. A Saválóbográcsba, nem hagyományos üstbe, kisújszállásról jöttünk. Veszitek a húst? Vesszük, persze nem a miénk veszik. És akkor elő is van dolgozva, konyha készre. Nem értünk már hozzá, a túl fiatalok vagyunk ehhez, hogy ezt feldolgozzuk. Azért mi mindig birka pörkölt itt a fő menü. És ennek örülök is, mert hogy nem kopik ki a hagyomány. Hát mert kunok vagyunk, együtt legyenek a kunok. Meg a hagyományt őrizzük meg. Nagyszülők karcagiak. Úgyhogy karcagi leszármazott. És is. Hát fele-fele. Na. Egymástól is tanulják az emberek a főzés tudományát. Ellesik. Én is úgy lestem el ennek idején, meg a szülőktől, meg egymástól lesük, hogy milyen rafinériák vannak benne. Ez nem hobbi. Ez szeretet. A karcagi szeretet. Az első szellemi kutatás és örökség napokon ismerkedtünk. Szerelem össze. Volt első látása. Úgyhogy, és mi 8 éve. Igen, 8 éve voltam először a birkafőzőn. Igazából ő meg szeretné tanulni a jó birkát, én a jó sokázba volt, és akkor kiegészítjük egymást. Zsamál vagyok, Kazasztánból. Tudja, mi ez, ami itt föl? Ismerem, birkapörkölt. Szereti? Igen, mi is hasonlóan készítjük. Nálunk nagyon nagy edényekben fő a hús, nagy darabokban. Az edénybe az egész birka belefér. Önöknél úgy látom, apró darabokra vágva kerül a lábosba. Feltétlenül meg fogom kóstolni. Ez az egy verseny a legbecsületesebb, a legfelebb verseny. Itt nincs egyszerűen csalása lehetőségre. Mert nem tudjuk soha, hogy milyen csapat vagy ki, mert számok alapján érjük el a döntéseket. És pont azért szeretünk ide járni, nem csak maga a rendezvény miatt. Én 11. éve jövök már, és az, hogy az embereknek a hozzáállása, az a szenvedélye, ahogy ők főzik a pörkölteket, ahogy ők csinálják, hogy vigyáznak a hagyományunkra, ez olyan nagy dolog. Ha végteszik menni a versenyeken, mondjuk a Csontos család, ez egy ismert család, hisz mindig nyernek, mert nagyon jól csinálják. 8-9 éves gyerek már keveri a nagy birkapörköltet, mert az apja, a nagyapja azt még az ő nagyapjától tanulta. Tehát itt Karcagon és Turkeben is megvannak a hagyományok, itt nem lehet lecsót tenni bele, mert parancsolt egy paprikát. Csak úgy szabad mindent készíteni, ha a nagyapáink csinálták valamikor a pusztában, amikor a nyájjal kint voltak, ugye mi volt ott? Volt a só, a piros paprika, a fokhagyma, a vereshagyma, még zsír se nagyon, mert a zsírt azt kiolvasztották a birkának a húsába, és akkor fűszerezték meg. Tehát ezek az elemek, ha benne vannak, ez az igazi kunsági, vagy a karcagi, vagy a turkiai birkapörkölt. És ez a nagy dolog, ahogy a nagyapáit csinál. Tehát ez egy örökség. Nem véletlenül benne van a Hungarikumban is a birkapörkölt, mert ez a miénk. Mi adjuk alapját ennek a fesztiválnak. 53 tagja van az Egyesületnek. 2012 óta vagyunk egyesületi formában. Előtte egy baráti társaságként működtünk még 6 évig. Úgyhogy most próbáljuk az Egyesülettel egy picit növelni tovább a népszerűségünket, a karcagi birkát próbáljuk népszerűsíteni jobban. Úgy gondolom, hogy mint egyesületi szinten jobban is tudjuk ezt megvalósítani. Sok éve már ez a cél, hogy mindenki megmutassa itt, hogy mit tud. Ilyenkor összejönnek a családok, barátok, rokonság, vannak vidéki vendégeink, nagyon messziről is akár, Sopronból is érkeztek, akik már régebb óta is jártak hozzánk.
Tehát az a cél, hogy a legjobb birkát főzzük itt nekik. Eljárunk főzni, tehát nem csak itthon Karcagon főzünk, és bemutatókat tartani. Számunkra már nem az a tudomány, amit mi csinálunk, hiszen ez egy napi rutinnak mondható, hanem ezáltal milyen értékes emberekkel ismerkedünk meg, milyen kultúrákkal, ők mit adnak hozzá azokhoz, amiket mi készítünk, ez nagyszerű benne. Nagyon finom, meglepőztük, hogy annyira finom. Máskor is voltak már itt? Soha életemben ennyi birkát is nem láttam, sem élve se voltam. Nem kellene díjakok levelet, hanem a közönség, amikor úgy nyugtázza, hogy finom volt és jól lakott, és a palábasok üresek, az magáért lesz. Ez a város életében város napja. Amikor ugye Erdélyből ide jött főzőkkel, Szlovákiába is jönnek főzők, és ezen az egy nevezetesen birkafőző fesztivál napján találkozunk egyéb egyszer. Egy nagyon jó rendezvénynek tartom, és egy nagyon jó ilyen közösség összekovácsolásnak is. Ti osztálytársak vagytok? Én igen. Vele meg az volt. Barátok? Igen. Jöttetek megnézni, hogy hogyan főznek? Hát, kóstolni. Kóstolni? Aha. És mit szóltak, hogy ő így egyedül főz birkát? Már nagyon jó lett. Büszkék vagyunk. Büszkék vagytok? Büszkék vagyunk rá. Tessei József, egy pálinkás üveg, egy konott üveg, gyönyörű. Nézzük a sorszámot. Úgy látom, hogy 10 magyarba jön itt valaki az ország minden pontjára főzött nézni, és nagyon szeretik Dunántúl és a karcagi birkapörköltet. És a Juhász Fesztiválnak ő az arca. Így van. Oklevél. Elemér 2-es sorszámú versenyt. Egy nagy tapsot kérünk az idején. Győztesnek köszönjük szépen! Ez nálunk egy nagyon nagy hagyomány volt mindig, és ebből nem engedik. Szóval ebből nem lehet engedni. Hogyha apától tanultál valamit, nem viszed tovább, hol van a jövőd? Megkérdeztem a hölgyet, aki nekem vendégem, meg a nagyon jó barátom, aki bőrdészművet, hogyan érezték azt a birkát, amit mi főz? Nem volt fagyús, nagyon-nagyon finom volt tényleg. Minimum, hogy legalább senki más nem főzhetne az esküvőkön, csak te. Igazából. Meg is beszéltünk? Büszke vagy a fiadra? Igen. A családomra vagyok büszke, hogy átadtad a tudományt a birkafőzésnek, a gyerekeinek, meg az unokáknak. Ez a szélmalmi fogadó a Hortobágy déli fogadókapuja. Ugye ez a Hortobágynak a legdélebbi pontja, ezért is hívják déli fogadókapunak. Nagyon szép helyszín. Önkormányzati létesítmény, amit most megkaptunk, és mi tettünk rendbe, mert borzasztó állapotban volt. Ilyen fesztivál, meg szerintem kiváló. Jó itt vágyok, kiváló. A házamtól a síromig mindig csak az húzza, hogy ezt a legényt a kukacagi szírba, mint erre a sötét sírba. A gyerekek is, az ifjak is beszálltak ebbe, és nagyon sok fiatal tagunk van, akik szerencsére jönnek. Szellemi kultúrás örökség lett, hungarikum lett. 2009-ben sikerült a nemzeti jegyzékre felkerülni. Nagy örömünkre. Nagyon sok szép meghívást kaptunk az egész országból, sőt külföldre eljutottunk, Erdélybe, Brüsszelbe, és hát nem beszélve a csúcsról, amikor Washingtonba kellett fesztiválon főzni. Az egyik nagy lehetőség a találkozásra a Skanzenban, a Szentendrei Skanzenban, pünkösdőlő örökségnapok. És itt találkoztunk, itt ismerkedtünk meg azokkal a csodálatos népművészeti lehetőségekkel, divattal, szokásokkal,
és itt mai napig egy nagy barátság alakult ki, és így terjedt el a híre. Az a cél, minél többen megkóstolják, megismerjék, és utána azt mondják, hogy igen, ez igaz. Ez a karcagi birka, ez kiváló. Ezért csináljuk ezt.